az Országos Széchenyi Könyvtár teherautója Erdélybe indult egy körútra, könyvbegyűjtő körútra. Ez egy 5 napos komoly túra volt, több állomással, Nagyvárad, Kolozsvár, Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy, Székelykeresztúr, Marosvásárhely, Déva, Arad útvonalat jártuk körbe, és hát vittünk is könyveket, könyvszállítmányt, körülbelül 1 tonnányit, szerintem majdnem 1,5 tonnányi könyvvel, folyóirattal érkeztünk haza. Ez az elmúlt éveknek az ottani kiadványtermése, magyar nyelvű, főleg magyar nyelvű kiadványtermése volt. Az egyik nagy gyűjtőpartnerünk, akivel együttműködési megállapodásunk is van, az a Communitas Alapítvány. Ők erdélyi könyvkiadást támogatják elsősorban, és a támogatott könyvekből kötelezően bekérnek példányokat, és ebből juttattak nekünk is. Tehát lényegében az erdélyi könyvtermésnek a javát azt a Communitas Alapítványtól hozzuk el. Általában a külföldi könyveket 1 példányba gyűjtjük, de ha lehetőség adódik rá, főleg a Hungarika anyagra, tehát a 2 példányos gyűjtésre, akkor ezt megtesszük. A Communitas Alapítvány is vállalt, hogy 2 példányba gyűjti számunkra. Elhoztuk a Hargita népét, a Háromszék című napilapot, ezeknek több év folyamát, tehát 2,5-3 évet, ahogy említettem, ezek jelentős, több doboznyi súlyra is jelentős mennyiséget jelentenek. A könyvek állományba vételi folyamata elkezdődött, a példányadat rögzítés megtörtént, a jelzetadás is megtörtént, most a feldolgozásra várnak, és a folyamat végén a raktárba kerülnek a könyvek, illetve olvasók is már kikérhetik használatra.